Az első lejárt bérletet be kell mutatni, és ennek birtokában kell kérni egy úgynevezett kifizetési engedélyt, mert azért vannak feltételei annak, hogy kikaphatja meg, ugye legalább 1 kilométerre van helyi járat, biztosított helyi járat, és ugye jár a gyerek iskolába, vagy művészeti oktatás, vagy sporttevékenység miatt ez indokolt. Amiről szó van, az a kedvezményes diákbérlet, amit évek óta biztosít a Paksi önkormányzat. Az érintettek figyeljenek arra, hogy a kérelem nyomtatványa tajalapú nyilvántartás miatt változott, arra is, hogy az adott oktatási művészeti intézménytől, sportegyesülettől a szükséges igazolást beszerezzék, illetve hogy a bérlet lejártát követő 1 hónapon belül benyújtsák a kérelmet, amit egyébként csak egyszer kell megtenni. Kap a szülő egy határozatot, amiben pontosan leírjuk, hogy mikortól, meddig jogosult, és mikor veheti fel ezt a bérlettérítést. Ezt felveheti akár havonta is, vagy hát ha negyedéves bérlete van, akkor nyilván negyedévente, összegyűjtheti egész évre. Egyetlen egy jogvesztő határidő van benne, amit sajnos az idén is többen elmulasztottak, ez pedig az augusztus 5-e. Ami egy kicsit lehet, hogy megtévesztő, mert egyébként a havi kifizetés az 11-én indul, és néhány napig tart. Ez az egyetlen, aminél azt mondjuk, hogy augusztus 5-ig. Ez a dátum a határozatban kiemelten szerepel, nagyon figyeljenek rá a kérelmezők. A kedvezményes diákbérlet helyi specialitás, a bérletek árának 80%-át lehet visszakapni, amit az önkormányzat saját forrásból biztosít. A kedvezmény a Csámpáról és Gyapáról bejáró diákok esetében helyközi járatra is érvényes. További részletekről a polgármesteri hivatal szociális osztályán érdeklődhetnek.